A Bakonybéli völgyben körülbelül 1000 éve élnek bencés szerzetesek kisebb-nagyobb megszakításokkal, és legutóbb 1998-ban jöttek vissza ide, és akkor kezdték meg azt a munkát, ami, hogyha valaki ma idejön Bakonybélbe, akkor ennek az eredményét láthatja. Tehát egy szépen felújított monostor épület, amit kívülről meg lehet nézni, egy gyógynövénykert, a gazdasági udvar és az arborétum, ami itt mögöttünk látható. Ide érkezik a látogató, és szeretné, hogy körbevezessük, akkor az idegenvezetés az egy körülbelül egy órás programot kínál. Az idegenvezetés az a Zarándok udvarban indul, és aztán a barokk templomban folytatódik, ahol megismertetjük a látogatót a monostor történetével. Kicsit beszélünk a bencés spiritualitásról, tehát a bencés rendről, a reguláról, Szent Benedekről, és utána jövünk ki a monostor gazdasági udvarába. A monostor gazdasága az több lábon áll. Egyrészt vannak kis műhelyek, műtárgymásoló műhely, könyvkötő műhely. A könyvkötő műhelybe be is lehet menni, tehát ezt a látogatóknak is meg szoktuk mutatni, utána pedig a gyógynövénykertbe szoktunk lemenni. A gyógynövénykert az egy elég kis léptékű, tehát nem mondjuk egy akkora, mint a pannonhalmi főapátságé, viszont nagy gonddal gondozzák a munkatársak és a szerzetesek. Ez egy biogazdaság, ami azt jelenti, hogy semmilyen vegyszert nem használnak, és igyekszünk kézi erővel megművelni. Tehát az itt megtermelt kb. 10-11 féle gyógynövény, azt itt helyben szüretelik, csomagolják, és innen kerül be aztán az ajándékboltba. És nem csak innen, hanem a környező erdőkből is gyűjtünk gyógynövényt, így alakul ki aztán az a kínálat, az a kb. 17-18 féle gyógynövény, amit kínálunk eladásra. Minden kedves érdeklődőt és látogatót sok szeretettel várunk ide a Szent Mauritius Monostorba, Bakonybélbe.